a Slam-en címe rendszlemváltás. Rend volt, és mindenki bevette a módszert, mint gyógyszer, a rendszer. Akinek nem ízlett a rendszer, az rendszertelenkedett, és mint ilyen szertelen, szeretetlen elemre szerteszét ráhárult a rend szerető figyelme. Mert a rend a lelke, és ennek volt a trendje, ahogy a csillag megy az égen, persze a vörös és kis pénz, kis kert, kis pusi, meg is van a kis kocsi, persze kis kus, nem minden gondolat publikus, nem volt szólás és közmondás szabadság, folytak oholmányaid alkoholba, és melegedj velük az MSZNP akkorba, de a gulyás egyre üresebb, az emberre a paprikás lé ráborul, és az ágyba gulyás is egyre hidegebb, akár a háború. A barakkos túlzás nem segít, hiába, hogy a rendszer nem fenyít, az idő megállt, és unhattad az illegált. Nem a rendszer hibás, csak pár dolog rendszerhibás, szól a rendszergazda üzenete, kinek még nincsen nete. De ma is lájkolják sokan, hiszen meleg volt a paplan, a kenyér meg 360, aztán a nagy testvérnél elindult a komolyka, peresztrojka, s népszerű lett a Gorbi update. A helyzeten javít Reykjavik, a vasfüggöny hirtelen szorít, és ha elromlik egy rendszerelem, nem biztos, hogy elég, ha megszerelem. Szürke volt még a tisztuló ég, olyan szürke, hogy legyintett mindenki a fehér terror rémképre. Közel a vég és a végtelen kezdet, vette, ez csak róztatabb egy gyulladás, és a tévében már hétfőn is volt adás. A látóhatár szűk, a határzárt, átvágták a határzárt. A mok, a gyula, meg az ottó, a Habsburgottó, így mondják. Ha határt tárul, kilátni a művelt nyugatra, hogy mit árul, yeah, ott terem a zsenge gorenje, és a kelet-németek is eljött a szabadság keletje, ahová bemenne. Átvágások, bétvágások, kirándulni mentek, elindult hát a No Man Club túra, és ez már nem a proletár diktatúra, három tés időszak után eljött a temetés időszak. Sni, lassan még után már írok. Az ember, aki tényleg nagy, és az öreg, aki már nem nagy. A krumplileves az legyen krumplileves, ezt tette és lett sikeres. Hol itt, hol ott, hol ott halott. Aztán kikiáltották október 23-án, hogy mindenki tudja, mert ez volt a módja. A rendszer változott, és eljött, amire sok ember állított. De torkomra forradalom. Mindenki azt hitt, eljön a kánoán. Nem jön, de legalább a boltban van banán. Nyithatunk akár cukrászdát Bécsben. Árusíthatjuk magunkat lágy vörös fényben, diplomával dolgozhatunk fel dán marhát, de van, aki Párizsban egy házra való tarhát. Hosszú lenne még a negatív lista, bocsánat, magyar vagyok és pesszimista, de negyed század elszelelt, és mi, szerfüggők, csak várunk egy ennél is jobb rendszert. Nem akarok senkit megbántani, de rendszerváltás után nem csak rendszert, alsót is kell váltani. Somogyi Tibor! Köszönjük szépen!